Üdvözlöm a Szerdázat extra műsor nézőit, és a stúdióban üdvözlök egy kedves vendéget, Nóta Janit. Jani, üdvözöllek. Szia Tibi, üdvözlök mindenkit. Jani, egy kicsit összegezzünk. Komárom a bajnokságban az első helyen áll. A szlovák válogatottal kijutotta az EB-re, ami 2024-ben Németországból lesz. Nemrég volt a sorsolás, mi beszélünk róla. De hát ezek kényelmes dolgok. Volt ilyen karácsonyod? Illetve gondolom, hogy a Rapid időszakban volt ilyen pozitív évvégét. Hát olyan évvégém, hogy a klubcsapatom első helyen lettem volna, olyan még nem volt, úgyhogy ez premier, tehát hogy még nem történt ilyen, és nagyon boldog vagyok. És úgy még, hogy mellette ugye volt a válogatottal ez a siker, ez még jobban így szebbé teszi ennek a évnek a végét. Rendben, kezdjük a Komárommal, a kezdetekkel. Kiszólított meg Komáromból? Radványi Miki hívott föl, ugye akkor még Mosonmagyaróvárban voltam, és ott a utánpótlást edzettem, a kapusokat, és azt hiszem ez ilyen április környéken lehetett, amikor fölhívott, és kérdezte, hogy szeretnék esetleg hozzá meg a csapathoz csatlakozni nyártól, ugye júniustól, és én kicsit gondolkodtam rajta, de igazából ugye az, hogy ő hívott, az nekem az fontos volt, és rögtön egy olyan jel, amit tudtam, hogy nagyon pozitív, és miután röviden gondolkodtam rajta, találkoztunk ugye a vezetőkkel Komáromba, nagyon gyorsan mindenben megegyeztünk, igazából nagyon, nagyon korrektak voltak mindenben, és amikor megegyeztünk, akkor ugye szóltam a Mosonmagyaróvári vezetőknek, vagyis inkább elnök úrnak, a Drescher Ottónak, és ő igazából csak annyit mondta, hogy sok sikert kíván, hogy örül neki, hogy kaptam egy lehetőséget, és aztán igazából másfél-két hónap után már csatlakoztam a Komáromiakhoz. Különbség van, hogy van egy klubcsapat kapusedzője, és van egy válogatott kapusedzője. Ha eltekintünk attól, hogy ezekkel a klubban, Komáromban minden nap találkozol, gyakorlatilag a játékosaiddal napi kontaktusban vagy velük, rengeteg edzést gyakoroltok. A válogatottban hát két havonta találkoztak, Schatzbergöbben egy és fél. Egy havonta, két havonta, attól függ, hogy milyen. Úgyhogy többnyire te is részben ilyen videoanalitikus vagy, mert nézed a meccseket, és nem vagy, szóval azt hiszem, hogy elég sokat kellene utazni, hogy összes kapust átlásd. Ezen kívül miben különbözik a munkád, a kapus edző munkád a Komáromba és válogatottba? Hát én többnyire azt tudtam mondani, hogy sok mindenben ugyanaz, és sok mindenben más. Tehát, hogy ahogy már mondtad is előbb, hogy igazából a legnagyobb különbség az, hogy én a válogatott kapusokkal sokkal kevesebb időt tudok tölteni, így fizikailag, mert ugye, ahogy mondtad, hogy vagy minden hónapban, ugye főleg így a ősz folyamán, tehát szeptember, október, november folyamán havonta 8-10-11 napot tudunk együtt tölteni, ugye nyár folyamán szinte nem is volt, csak júniusban, július-augusztus abszolút semmi nem volt, úgyhogy talán ez a legnagyobb különbség. Ugye azzal, hogy Komáromban vagyok, nem tudok mondjuk így a helyszínen lenni például, ahol meccseket játszanak, mert ugye a Henrik Ravasz, ő ugye Lengyelországban van, Lodzsba, a Martin Newcastle-be, a Marek pedig Fulhamben van, úgyhogy a három közül, ugye kettő eddig annyira nem is szokott védeni, de ha védtek is volna, igazából nem lett volna időm, egyszerűen nem tudok ott lenni fizikailag. Tehát, hogy nagyon fontos az, hogy megnézzem a meccseket, fontos az, hogy azért mi kommunikálunk időközben elég sokat. Jó, nyilván nem akarok én se őket minden héten zavarni, vagy minden meccs után zaklatni például, amit például a Henyo levéd, vagy ilyenek, de tehát elég sokat írunk, vagy a közös csetbe, vagy külön-külön, attól függ, hogy miről van szó, vagy milyen téma van. És szerintem ez fontos azért, hogy ezek között a
válogatott szünetek között ugye azért tartsuk a kapcsolatot, mert tehát nagyon ritka az, amikor tudunk találkozni, és fontos, hogy beszélgetni tudjunk. Még mielőtt rátérnénk a konkrét kapusokra, beszéljünk azért a EB-ről és a sorsolásra, talán először a magyar csoportra. Igen, hát ugye Magyarország, Németország, tehát Németország, Magyarország, Skócia, Svájc. Én azért leírtam itt egy-két dolgot magamnak, amit már közben fogok nézni, és ez ilyen kis puskám lesz, csak hogy nehogy valamit rosszul mondjak. Így első ránézésre nem rossz csoport. Hogyha még egyszer hogy ránéz az ember, és még harmadszor is ránéz, akkor már azért szerintem lehet látni, hogy nem egy könnyű csoport. Mert ugye ott van egy házigazda Németország, aki azért most jelenleg nem a legjobb formáját mutatja, de amit tehát tudjuk, hogy Németország egy abszolút tornacsapat, tehát hogy EB, VB, ott mindig majdnem, hogy mindig a toppon vannak, ami a teljesítményt illeti. Skócia ugye a csoportjában első 5 meccset megnyerte, és úgy végzett másodikként végül a spanyolok mögött, hogy otthon is meg tudta őket verni, ugye idegenben már kikaptak. Tudtak nyerni Grúziába 7 gól, tehát 7-1-re vagy 7-0-ra, nem tudom. És ugye ott van Svájc, aki tehát alapjában véve egy kellemetlen ellenfél. Szerintem a jelenlegi formában talán a Svájc a leggyőgébb a három csapat közül. Szlovákok milyen csoportot kaptak? Ránézésre ugye könnyűt, de ott ugye itt is azért számogattam, meg nézegettem a dolgokat, és az lesz a kérdés, hogy kit fogunk kapni, mint a negyedik csapatot ugye a csoportba, hogy Izland, Bosznia, Izrael vagy Ukrajna, tehát hogy én így egy kicsit összeszámogattam itt a dolgokat, ugye Magyarország most jelenleg a 27. a FIFA ranglistán, és így, tehát én átlagot néztem, ami a ranglistát illeti a csapatoknál. Na most a magyar csoportban három csapatnak a ugye átlag az 23, tehát mint hogyha a 23. lenne a ranglistán, a magyarok ugye a 27-ek, és nálunk pedig most az így van, hogy attól függ ugye, hogy kit kapunk, tehát hogyha egyiket kapjuk a Izland, Bosznia és a Izrael közül, akkor az a átlag ez 38 vagy 40, mi vagyunk a 45-ek. Tehát, hogy még így is még alatta vagyunk. Tehát lehet mondani, hogy ugyanúgy, ahogy a magyarok, viszont hogyha ukránokat kapjuk, akkor ott az már 23, és így ezzel 22 helye előttünk van a átlag a csoportban. Tehát ez sok fog múlni ezen. Ennyit a statisztikáról, nem annyira a statisztikám nem szoktam belemenni, de azért figyelem, és ezzel együtt azt mondom, hogy nem lesz ez se olyan könnyű csoport, mint amely ennek kinéz. Térjünk a kapusokra a válogatottban. Először a szlovák válogatott kapusairól beszélünk, akik a kezed alatt vannak. Hát magyarán mondva, a szlovákok azt mondanák, hogy más dobri materiál, bőséges a választék. Csak elolvasom a utolsó keretből, hogy ki mindenki van. Ugye a három nominált Martin Dubravka volt, aki Newcastle Unitedben véd, illetve most védett 10 percet, vagy 14-et. Igen. Marek Rodák, FC Fulham, Henrik Ravasz, Vizel Lodzs, és azok, akik kimaradtak, két nikéligás is van itt, Lubomír Belko, Zsolna, Richard Ludha, Podbrezová, Zoljon Brézo, és Dominik Greif Malorkáról. Azt talán el is felejtettük, hogy mi van vele, véd. Nem. Az itt nagyon nagy gondot jelent jelenleg így, hogyha hosszú távon nézzünk a dolgokra, mert ugye nem véd, és voltak neki egészségügyi problémái is, úgyhogy az majd kérdés. Én bízom benne, hogy vagy akár télen, vagy nyáron csapatot tud váltani, mert jelenleg számára ez abszolút nem jó, hogy ugye ott van, és csak kispadozik. Nyilván, ami a szűk keretet illeti a kapusoknál, eddig a Martin Dubravka és a Marek Rodáknak a helyzetese volt a legjobb, de most ugye azzal, hogy a Nick Pope sajnos megsérült, mert akkor is azt mondom, hogy sajnos megsérült, mert ez egy kellemetlen dolog,
és hosszabb időre kiesett Newcastle-be, így a Martinnak úgy érzem, hogy lesz lehetősége védeni és bizonyítani. Most ugye vannak, amit így olvastam, néhány ilyen találgatást, hogy talán, hogy megszólítják De Geát, vagy ilyesmi, nem tudom, de semmiképp nem hiszem, hogy nem ő lenne a elkövetkezendő 2-3 hónapban biztosan a egyes számú kapus, mert ott van hosszú ideje, edzés munkában van. Egész ősszel vagy egész év folyamán bizonyított a válogatottba, és szerintem tényleg jól bizonyított, úgyhogy bízom benne, hogy egészséges lesz és védeni tud. Ami a Marekot illeti, ugye neki nehezebb itt a helyzete. Maradjunk Martin Dubravkánál, és egy konkrét kérdés van hozzá. Nem véd. És annak ellenére nem, hogy átlagos teljesítményeket nyújt, vagy annyit, amennyit kell egy válogatottban, hanem ő radikálisan rá is tett, nem egy lapáttal, szóval fantasztikusan védett. Minek köszönhető ez, hogy egy kapus, Dubravka szintű kapus, manapságban nem hiszem el, hogy csak az edzések elegendőek. Ez itt az egyéniségből kifolyólag jött ez a teljesítmény, még hát gondolom a felkészítés is jó volt, de azért valami, amiről mi nem tudunk, valami kell ott legyen benne, mert egyszerűen érthetetlen, hogy ilyen teljesítményt nyújtott. Hát szerintem ennek a mindennek, amit itt elmondtam, ez a összetétele az egész. Tehát nyilván az, hogy ugye 34 éves, sok tapasztalattal rendelkezik, van már tapasztalata EB-ről, selejtezőkből, Premier League-ből, Csehországból, Dániából, Szlovákiából össze-vissza. Nagyon fontos, hogy egyszerűen olyan egyfolytában olyan annyira fit, mihogyha nem tudom, kulturisztikára készülne, tehát most nem azt mondom, hogy ugye olyan izmos, hanem egyszerűen annyira jól tartja magát, és foglalkozik magával minden nap, mindegy, neki jobb véd vagy nem véd, és hogy egyszerűen fejbe annyira rá tud készülni a meccsekre, hogy igazából nem nincs mit úgy rajta finomítani, vagy nem is mondom, nem tudom, hogy hogyan mondjam. Természetesen mindig fölkészülünk a következő ellenfélre, ami a taktikát illeti, ami a ellenfél szokásait illeti, ugye veszélyesjátékosok, standard szituációk, stb. Minden, ami szükséges, arra mindig fölkészítem őket, mind a hármukat, de egyszerűen annyira fejbe rá tud készülni a meccsre, hogy teljes mértékben élvezni tudja a meccseket, és ez nagyon jó. Rodák? Nagyon érdekes kapus, mert ő a ellentétje a Martinnak, tehát jó értelemben ő egyszerűen annyira flegma, annyira elengedi a dolgokat, hogy egyszerűen ő nem foglalkozik azzal, hogy most valamelyik meccsre bedobják, vagy nem dobják be, tehát hogy nyilván védeni szeretne, azt azért érezni rajta, tehát nagyon is érezni rajta, hogy várja a lehetőséget, de most, amikor ugye megjött neki a lehetőség a utolsó meccsen a bosnyákok ellen idegenbe, akkor teljes mértékben úgy ment. Abszolút nem lelkiző kapus. Nem, egyáltalán nem. Bár hozzáteszem, hogy az a flegmatizmus az úgy kicsit egy picit csökkent aznap, vagy miután megtudta, hogy védeni fog, de nekem is ez fontos volt, hogy lássam azt, hogy hogyan reagál. Tehát, hogy valamennyi esett belőle, de aztán a meccs alatt már megint láttam rajta, hogy... Igen, ez a klasszikus Rodák, akit láttuk. Igen. Láttunk, amikor a Barást játszott a szlovák válogatott, nem igen. Is olyan rég, és most a Dubravka, azelőtt még a Rodák fantasztikus teljesítményeket nyújtottak. Bevallom, ez a harmadik név, Henrik Ravasz, nem sokat tudok róla, többet elmondasz te most róla. Igen, hát ő a tökéletes harmadik számú kapus jelenleg, egyszerűen ő minden meccsen véd a bajnokságban, ugye a Vidzel Lodzsba, és figyelem őt, tehát a utóbbi egy évben nagyon sokat fejlődött, ami a klubját illeti. Nagyon jó vele együtt dolgozni, nem problémázik, nem keresi a konfliktust, tényleg minden egyes edzésen, amikor, hogyha csak például vele dolgozok külön, akkor mindig van valamilyen téma, amit próbálunk javítani, én is próbálok neki segíteni.
És az a jó, hogy aztán sokszor aztán a meccsein is látom azt, hogy, hogy ezeket a dolgokat próbálja használni, és segít neki. Tehát, hogy nagyon nyitott a dolgokra, és nagyon türelmes, nagyon, nagyon jó, nem azt mondom, hogy kiegészítője ennek a hármas csapatnak, hanem, hanem inkább a nagyon fontos tagja. Inkább azt mondanám. Belko Ludha, mi volt az a plusz, ami miatt kiválasztottad, kilettek választva a Nikkei ligából? Miben különböznek a többi Nikkei liga kapusoktól? Hát, hogyha mind a kettőnél veszük, akkor, akkor főleg a lábjáték. Tehát, hogy, hogy egyértelműen, és ami, amit úgy értem, amiben én úgy érzem, hogy, hogy a Belko a legjobb a bajnokságban, és nem csak a, nem, nem csak a lábjáték, hanem neki van egy bizonyos plusz, ami, ami, ami egyszerűen ilyen, ilyen, ami belőle ered, tehát amit nem tanult meg, hanem ami benne van, hogy egyszerűen ő kicsit olyan, mint egy jelenség. Tehát, hogy ő úgy olvassa a játékot, hogy már előre van, jár néha két lépéssel, kap olyan gólokat is, ami elkerülhető, de, de van benne egy, egy olyan plusz, ami, amit, amit úgy, úgy, úgy én úgy keresek a kapusokban, legyen benne. Ami nemzetközi szinten látható. Igen, ami nemzetközi szinten, de ami nem sablonos. Igen, igen, igen. Ami nem sablonos, tehát, hogy, hogy meg tudja húzni a váratlant is, és tud csinálni nagyon extra védéseket is. Most még kap olyan gólokot is, amit, ami, ami nagyon elkerülhető néha, az abból is kifolyólag, ahogy a, ahogy a klubcsapata játszik, de, de, hogyha, de amint el fog jutni arra a szintre, hogy már esetleg külföldre igazol, és még egy erős, tehát egy ilyen erősebb csapathoz, akkor, akkor ott szerintem nagyon jól fog működni. Oké, okay, magyar válogatott. Mondok négy nevet. Dibusz Dénes, Gulácsi Péter, Szappanos Péter és Damien Patrick. Dibusz Dénes. Hát, ami, ami őt illeti, nagyon, tehát tökéletesen használta ki azt a lehetőséget, ami, ami ugye Gulácsi Péter sérüléséből adódott neki. Ami nekem tetszik, hogy ugye a Ferencvárosban már hosszú évek óta nem alapember, hanem egyszerűen húzóember. Rengeteg tapasztalattal rendelkezik ő is, tehát ugyanúgy, ahogy ha jól tudom, 33 éves, ahogy, ahogy föl is egyeztem magamnak, ugyanúgy, ahogy Gulácsi. Tehát egy tapasztalt kapusról beszélünk, és egy olyan kapusról, aki tényleg minden évben nemzetközi szinten véd, nem csak a válogatottban, hanem a klubjában is. És itt ugye, tehát ez mindig ez egy ilyen ördögi kör, tehát mindig beszélgetünk ugye a magasságos, a többi, ugye egy 188 centi a adatok alapján, és ha csak négyen lenne több, akkor szerintem már rég nem a Fradiba lenne. Az a én véleményem. Tehát nagyon szerencsés a Marco Rossi, hogy, hogy egy ilyen kapusa volt neki a Gulácsi Péter mögött, mert tényleg utóbbi válogatott meccsek is bizonyította, nagyon-nagyon fontos tagja a válogatottnak. Utánpótlás, nevezzük úgy a Szappanos meg a Deményt. Hát igazából ugye a kettő között, kettő közül majd ugye Demény lenne majd igazi, igazán a utánpótlás, ugye Szappanos szintén már 33 éves, vagy 34, 30, 33, és ott inkább a Deményt látom az, hogy később majd jöhet, tehát nem hiszem, hogy a Szappanos olyan, olyan nagy teret kapna, hogyha Gulácsi rendbe fog jönni, mert akkor vagy, a, vagy ő lesz a másik szám, ugye Gulácsi, vagy, vagy Dibusz. Damien Patrikot kicsit jobban így megnéztem, meg utána néztem. Vannak, vannak jó védései, ott ugye a lábjáték, ami még kicsit ilyen húzósabb téma nála, de, de ezt még tudja tanulni, tehát 25 éves, és én azt mondom, hogy, hogy jó lenne találni Magyarországon egy olyan kapust, aki, aki, aki a nyomukba tud lépni a Dibusznak, meg a Gulácsinak. Szerintem a kettő közül, Szappanos és Demjén közül annyira nem fog semmelyik a azt teszem ki szavaidból, hogy félő a mindkét, a Dibusz meg a Gulácsi is lesérül, hogy a, nincs olyan minőség nincs a harmadik, negyedik vonalban.
Lehet, hogy van még valaki, tehát hogy lehet, hogy esetleg vannak fiatalabb kapusok. Nem hiszem, hogy ezt közül a kettő közül fog ki, tehát Szappanos és nem ilyen közül fog kikerülni a következő első számú kapus a válogatottba. Oké, beszéljünk a magyar válogatott szerepléséről. Hogy látod a magyar válogatott utóbbi éveit? Hát nagyon jó, hát igazából nem hiába vannak a 25. helyen ugye a FIFA ranglistán, és azok a sikerek, amiket elértek a utóbbi években, az egyértelműen az a munka, amit a Marco Rossi beletett. Tehát tényleg az, hogy nem csak azt nézi, hogy mi lesz a következő meccsen, hanem tényleg arról van szó, hogy a válogatottból szinte valamilyen szinten egy klubcsapatot tudott csinálni, és ő, ahogy itt nézem, ő úgy dolgozik, mint hogy egy klubot edzene. Még akkor is, hogy ez nehéz, meg ezt nem tudja itt csinálni, de tényleg ő teljes mértékben azokat a játékosokat választja ki, akik passzolnak neki ebbe a fölállásba, vagy abba a taktikai rendszerbe, amit ő használni akar, és ebbe például hasonlít rá nagyon a Calzona, mert ő ugyanúgy, tehát hogy ugye kintről, kívülről sokan fognak mindig beszélni, hogy kit lehetne behívni, kit kéne behívni, de ő azt hívja be, aki neki ül ebbe egész taktikai képletbe. Szkrémába, és igen, képletbe, és ezt látni a Marco Rossinál, és ez már annak a munkának a gyümölcs, ami már beért, és már tehát saját maga termeli önmagát. Tehát ugye mindig hozzátesz egy-két játékost, de azok a játékosok már működnek, mert a csapatnak a 8-9 tagja majdnem, hogy mindig ugyanaz, ha esetleg valaki kiesik, tudják pótolni, és már a játékosok annyira megismerték, annyira tudják, hogy mit várja tőlük, hogy ez már néha automatikus. Még nem tudjuk, hogy mi lesz Calzona, milyen lesz a Calzona teljesítménye, illetve válogatott teljesítménye Calzona alatt, mert még csak gyakorlatilag új edzőnek nevezhető, de hozhatunk párhuzamot a két edző között. Lehetséges egy ilyen hasonló történet a szlovák válogatottnál is? Nekem az a rossz, hogy nem is, hogy rossz, tehát nem ismerem annyira Marco Rossit, hogy hogyan dolgozik nap, mint nap. Tehát, hogy úgy azért nehéz ugye összehasonlítani, csak azt, amit kintről látok, és azt, amit ugye látok nálunk, így a mi a Calzonát illeti, nagyon, tehát, hogy ő nagyon odafigyel a részletekre, és ami a taktikai részét illeti, ami a letámadást illeti, ami a játékindítást illeti, tényleg minden apró részletre odafigyel, és a játékosok már kezdik megérteni, tehát nem csak, hogy megérteni, hanem már kezdik már csinálni, mert az a nehéz ebbe, hogy most, ahogy játszunk, és az tényleg igaz, hogy most nem az van, hogy visszahúzódunk a saját térfelünkre és várunk, hanem most az van, hogy átmegyünk ellenfél térfelére és letámadjuk őket. És ugyanez volt a portugálokkal, ugyanez volt a Bosznia ellen, ugyanez volt a Izland ellen. Nem azt mondom, hogy most a meccs egész folyamán, vagy a folyam alatt, második fele olyan volt. Hanem egyszerűen már egyre nagyobbak ezek a időszakok. Szakaszok, vagy időszakok, amikor ezt már csináljuk, és a játékosok már nem félnek attól, hogy mi van a hátuk mögött, hanem ők csak az érdekli, hogy mi van előttük. Értem. Gyakorlatilag igen, az első fél idők ott a kapus kellett, és második fél időben már ott a portugálok is sziszentek egyet, és igen. Az Izland is már gyakorlatilag utolsó 15 percben már nem bírtak futni. Igen. Oké, még talán hozzáfűzném, és lehet, hogy te is így érzed. A különbség a két olasz edző között az van, hogy Magyarországon mindenki kiáll a Rossi mellett, a szakma, újságírók, a nézők, szóval gyakorlatilag közönség kedvenc lett, és Szlovákiában mindig nincs bizalom akár a szakma részéről, vagy a média részéről, vagy a nézők részéről a Calzona felé. Ott még látom, hogy még a továbbjutás után is voltak viták a szakma és a Calzona között. Igen, itt nem tudom, lehet, hogy tényleg még az kell, hogy most ebben jön egy nagy siker, vagy tényleg valami, hogy ugye a játék, hogy úgy működjön, ahogy szeretnénk.
szerintem úgy fog működni, de meglátjuk, majd még ugye az messze van, az még több, mint fél év, de én ezt magam, tehát abból, amit látok, tényleg jó úton halad. Ami nagyon fontos, hogy a játékosok hisznek benne egyszerűen, tehát hogy én még ennyire, még játékosokat nem láttam hinni egy edzőbe, annak ellenére, hogy ugye ott elején főleg, még akkor még nem voltam a válogatotta, nem voltak eredmények. És ennek ellenére a játékosok kiálltak mellette, és hittek abba, amit csinált velük, és próbált velük csináltatni. És ez egyik legfontosabb dolog, tehát hogy most már ezeket a elemeket lehet kezdeni látni a játékba, de még tényleg mindig csak egy-másfél évről beszélünk, szűk másfél évről, úgyhogy hogyha fogják hagyni dolgozni, akkor ennek meg fog jönni a gyümölcse, meg fog érni. Rendben, még térjünk vissza a magyar válogatotthoz. Magyar válogatott egy team spirinttel rendelkező csapat, szóval csapatszellemet lehet érezni leginkább, van individualitás is, Szoboszlai, de mindenféleképpen szerintem a fenoménről beszélhetünk a társadalomban, Magyarországon, amiben kiemelkedik a két név, Rossi és a Szoboszlai neve. Hogy látod ezeket a fenoméneket, főleg a Szoboszlait, aki gyakorlatilag már Liverpoolba is írja, talán az megint egy másik és szintén gyönyörű történet lesz a magyar válogatott mellett. Igen, ez pontosan ugyanaz, tehát amiről előbb kérdeztél, hogy ugye ott van a Rossi meg a Szoboszlai, és hogy hogyan állnak hozzájuk, és ugye itt van a, mondjuk teszem azt mondjuk, egy Krötyel, aki Liverpoolban volt hosszú évekig, és valahogy, tehát nem, mint hogyha emberek úgy nem értenék, vagy nem értékelnék azt, hogy valaki mit ér el. És az hogy ez például ugye a Rossival, meg a Szoboszlaival így van, ez ugye azért is van például, hogyha már csak a Rossiról beszélünk, hogy ő azért már nem csak a válogatottban volt ott, hanem a válogatott előtt ugye ott volt a Honvédban, stb. Volt a Dacnál, tehát már letett valamit, tehát itt nem csak 4-5 évről beszélünk, hanem már szinte talán 6-7-8, akár 10 év, nem tudom pontosan, most hadudnék. Tehát, hogy itt már ez a bizalom is teljesen más. Itt nálunk ez még el fog tartani. Ami a Szoboszlait illeti, ő ugye nagyon szépen tehát hogy keresztül ment ezen a ranglétrán, ugye, hogy volt a Salzburg, volt a Lipcse, ugye Liverpool, és ez mellett így ugye közönségkedvenc már elég régóta, és most így ugye, hogy már ő lett a csapatkapitány, és tényleg sikeres vele a válogatott, ami nagyon fontos, mert hogyha nem lenne vele sikeres a válogatott, akkor nem így állnának hozzá emberek. Azt a nyakamot teszem rá, hiába lenne a Liverpoolba, akkor nyakába szakadna minden. Tehát, hogy ez egy fantasztikus dolog, és én bízom benne, hogy így marad. Kíváncsi vagyok, hogy akkor mi lenne, hogyha ne adj Isten, annyira nem menne a válogatottnak. Mert az mutatná úgy meg azt, hogy tényleg, hogy emberek milyenek, és hogy hogyan állnak hozzá egy ilyen játékoshoz. Na, erre kíváncsi leszek, de ne legyen így. De ne legyen így, nem erről van szó, ne legyen így, csak azt tudja így megmutatni igazán, hogy hogyan állnak hozzád. Értem a lényeget. Kapusok világa Neuer forradalmár volt, vagy egy special one? Is. Forradalmár volt, de olyan, mint ő, még egy nem lesz. Én ezt így látom. Tehát sok mindenben így próbálják, ugye nem is azt mondom, hogy utánozni, vagy egyszerűen ő megváltoztatta a kapusoknak a szemléletét, a kapusoknak a egész filozófiáját, meg a szinte kapus edzésnek a filozófiáját, és mégis belevitt olyan dolgokat, amit nemhogy nehéz megtanulni, de nehéz tanítani is. És az egyediség, ami benne volt, hogy ő olyan szituációkba tudott megengedni olyan dolgokat magának a pályán, amit más egyszerűen nem tud megengedni, hiába tehetséges, hiába van jól edzve. És hogyha már itt tartunk, én és ugye beszéltünk a Belkorról itt ugye a elején, én nála látok olyan dolgokat, amit meg tud egyszerűen húzni váratlanokat. Tehát olyan helyeken
mozog a pályán, ahol már abszolút nem is várnád, aztán mondom, történik vele olyan dolog, ami nem kéne, de ez ő még, tehát most még fiatal, viszont benne megvannak ilyen jelek, hogy benne van ez a plusz. 2023-ban mi a kapustrend, illetve mi alapján keresitek a kapusokat 2023-ban? Jól védjen. Igen, a tipológia, igen, alak. Igen, igen. Hát nyilván, hogyha mondjuk most klub szinten beszélünk, valamilyen szinten ugye be vagyunk azért így szorítva bizonyos falak közé, tehát most nem tudsz úgy válogatni. Szlovákiai szinten se tudsz úgy válogatni, mert nem tudsz idehozni bárkit, vagy nem tudsz kinevelni még bárkit, bár az már egyre jobb kezd lenni. Nekem mindenképp 190 vagy 193 plusz, tehát hogy én, jó, nem tudom, már én is magas voltam, de én nekem az, hogy a kapus legyen magas, az ott kezdődik, de aztán legyen mozgékony, legyen jó lába, és legyen meg benne az a plusz, legyen vezéregyeniség. Tehát, hogy ez nagyon sok legyen, és nagyon sok jó lenne. Nagyon sokat kell dolgozni azon, hogy egy kapus ilyen legyen. Nagyon nehéz találni egy olyan kapust, aki annyira formázható, hogy ilyen legyen, és nagyon nehéz találni egy olyan kapust, akiben alapjában véve megvan az a plusz, hogy nem sablonos. Tehát, hogy én azt, amit nem szeretek, az a sablonosság. Az nem. Van egy érdekes téma, ahogy a új taktikai elemek bevonják a kapust a játékba. Neuernek nem kellett magyarázni, hogy bevonta magát. Igen. Belevonta a játékba saját magát. De most látok egy pár ilyen, nem tudom, még a 50-50 vagyok vele, hogy mennyire lehet ezt alkalmazni, illetve milyen hosszú élete lesz ennek a kis, számomra kis extrém dolognak, amikor így a ötös környékébe és eléggé masszívan passzolgatnak, és próbálják egészen odahúzni az ellenfélt, és úgy megnyitni az ellenfélt. Kapusok szempontjából, kapusedző szempontjából ez milyen trend, és milyennek a legnagyobb veszély? Szerintem ennek úgy lett jövője, hogyha nem sablont, hanem választási lehetőséget adunk a kapusnak. Tehát, hogy az, hogy most mi mindent hátul fogunk játszani, és mindent úgy akarunk megoldani a kapuson keresztül, és a belső védőkön, és a hatoson keresztül, az egy idő után nem működik, mert azt ellenfél leolvassa. Az egyszerűen így van. Tehát, hogy ami legfontosabb szerintem, az, hogy legyen 3, 4, 5, 6 fajta lehetőség, amit vagy a kapus, vagy a két belső védő egyike tud elkezdeni, és tudja eldönteni, hogy mi lesz most. Na most a lényeg az, hogy ezek alapján, a döntések alapján tudjon reagálni egész csapat, és ami legfontosabb szerintem az, hogy ne legyen olvasható, ne legyen mindig ugyanaz, hogy mert mi ezt akarjuk csinálni. Tehát ez a mi filozófiánk, vagy hogy mondjam. Szerintem egy csapatnak az a filozófia, hogy sikeres legyen, és minél több pontot szerezzen. És hogy hogyan éred el, az igazából lényegtelen, de neked az kell legyen a filozófiát, hogy sikeres legyél. Ne az, hogy most úgy hozom ki a labdát, hogy mindenki hozzáér, hanem én úgy hozom ki a labdát, hogy minél hamarabb oda kerüljük a kapu elé, ellenfél kapu elé, és gólt lőjek. Tehát, hogy most mindegy, hogy nekem a kapus passzolja ki a belső védőre, vagy a hatosra, vagy a belső védő passzolja a kapusnak, és ő passzolja ki a szélső védőre, vagy a kilencesre, vagy a hatosra, vagy a egyik belső védő passzolja a másik belső védőnek, vagy a belső védő a szélső védőnek. Úgyhogy lehetőség az rengeteg van, és szerintem az a fontos, hogy megadjuk a szabadságot a kapusoknak abba, hogy eldöntsék, hogy mit szeretnének. Hát nehogy olyan helyzetbe kerüljön a kapus, mint például Fernández a Hamburgból, látta ezt a igen, mert ahogy néztem, ott engem nem is az, hogy hogyan rúgta meg a labdát, hanem az, hogy hogyan helyezkedett, és teljesen elvesztette a fonalat, hogy mintha átkapcsolt volna hátvédre, és nem kapusra. Igen, igen, teljes mértékben. Tehát, hogy ugye azt is lehet, tehát nem is, hogy lehet, hanem azt is kell, mert bizonyos szituációkban a kapus
mozog úgy, mint a védő, és egyszerűen ezt nem tudod kiküszöbölni, mert máshogy nem tudják megoldani, de abban a szituációban, hogy ők voltak, ahol, ahogy a belső védők és ahogy a kapus állt, az egyszerűen talán volt köztük 8 és 8 méter, vagy 8-7, vagy 7-6 méter a két belső védő és a kapus közt, ilyen háromszögben, vagy nem is tudom mi volt az, és szinte egy játékos nyomást alá tudta őket helyezni. Tehát, hogy itt is fontos az, hogy, és a másik, ami megint csak fontos, tehát a pályaminőség, hogyha tudom, hogy nem jó a minőség, akkor nem fogom visszaadni a kapusnak, vagy nem fogom úgy visszaadni a kapus, meg lehet, hogy nem teljes erőből kell, hogy elpüfölj azt a labdát, hanem megoldom valahogy más, hogy ne nézzen ki jól, de nem, ne kapjak volt. Tehát, hogy sok mindenből áll össze. Szóval ilyen élik a pályák, amit zolyombrézó nem erőltetnéd. Nem, semmiképp. Bár az talán meg egyik jobb pályák. Az lehet, hogy nem mondtam jó példát. Mindegy. De tudod, mire gondoltam, hogy klasszika. És másik oldalon ki csinálja ezt nagyon jól. Itt most már beszélünk a topligákról, melyik csapat csinál ezt a kapussal okosan, és tényleg jól kivitelezve, és nem nagy rizikóval. Így eszedbe jut valaki? Hát jó, most nem nagy rizikóval, tehát hogy most nyilván például mindegyik, Manchester City, ott már annyira nagy a rizikó néha, hogy ők már nem is törődnek vele, hogy az van, uh-huh. De nekik kimondottan erre, tehát ilyen játékhoz van kapusuk. Nekem egyébként tetszenek a olasz csapatok, már kezdem egyre jobban figyelni, a taktikai szempontból is, meg a játék, tehát hogy a játéképítés, vagy a játékindítás, meg ezekben a dolgokban, mert ott nagyon jól működik az, hogy ők csak addig fogják csinálni ezt a fokozatos támadásépítést, ami biztonságos. Hogyha nem, akkor egyszerűen hosszú labda van, és mindenki ott is tudja, hogy mi a, tehát nem csak úgy van, hogy elrúgja, hanem a hosszú labda után mindenki tudja, hogy mit kell csinálnia, hova kell futni, milyen területeket kell bezárni, stb. Tehát, hogy most itt példát nehezen tudnék mondani, mert nekem például tetszik az is, hogy ahogyan Newcastle szokott játszani, tehát hogy mert ugye azért többet nézem azokat a meccseket, ott is az van, hogy próbálnak építkezni hátulról, de nem fognak annyit rizikózni, hogy egyszerűen az már olyan legyen, hogy gólt kapjanak belőle. Jó, top kapusok, ez talán most már nem, hogy évente változik, hanem fél évente változik, hogy mindig jön valami kapus, aki kiesik a formából, és jön egy új kapus, aki mutat olyat 3-4-5 meccsen, vagy egy zsinórba, hogy megáll az ész. Kik azok a kapusok most? Igen, ez miatt nehéz követni már nekem is, és azért írjok föl mindent. Hát most például én azért megnézegettem a topligákat is, és megnéztem, tehát nem csak azt, hogy aki nekem tetszik, hanem például statisztikák alapján, és például hogyha egyik ilyen statisztikai oldalt nézem, akkor például angol bajnokságban szerinted ki statisztika alapján egyik legjobb kapus? Még mindig a válogatott kapus? Nem. Tehát például onnan át teszik yeah. olyan helyre, ahol, tehát hogy egyszerűen, na ez az, ami van a statisztika és van a valóság, tehát nálom azért még mindig azért Angliában ugye a Ellison meg a Ederson, ők egyszerűen toppon vannak. Nekem amúgy a Ramsdale is tetszett, csak szerintem egyszerűen ott valamilyen szinten ott kicsit elrontották azt, hogy nem természetes úton kapott magának egy konkurenst, aki lehet, hogy nem volt annyira fontos abba a klubba. Lehet, hogy tehát nem biztos, hogy igazán van, de szerintem az kicsit felesleges volt. De ugye van Németországban, nem tudom, tehát nekem még mindig a Trapp, az ugye a Köbel, Ter Stegen, ugye Barcelonában, bár ő is inkább, mint játékos, nem mint kapus, mert azért a német válogatottban ugye voltak ott problémák, ez igen, miatt. Igen. Neuer, az még nekem mindig ott van a toppon, tehát ez, szerintem amíg véd, az így lesz. Donnarumma az kicsit nálam egy kicsit visszaesett valamilyen szinten, mert jó kapusnak tartom, csak szerintem nem jó döntést hozott, ami a karrieret illeti. Igen, szerintem nem, az nem volt a legjobb döntés, mert ami a kapusokat illeti, szerintem jobban járt volna egy más bajnokságba, egy más csapatta, ha már váltani akart volna. Erősebb bajnokságba. Erősebb bajnokság vagy olasz bajnokság és más csapat, de az meg, tehát ugyanolyan rosszul jött. Top 3-as bajnokságba, így mondjuk. Mondjuk úgy, igen, mondjuk úgy, top 3
akár top 2, inkább azt mondanám. És ugye tehát itt a statisztika alapján, tehát például a Németországban is, hogy a Radetzky, tehát hogy ő ma nem az a legújabb... 30 felett van már. 35, 34. Tehát, hogy ő is egy olyan kapus, aki így látványra nem a tip-top, de statisztikák alapján nagyon ott van. Tehát, és már hosszú évek óta véd Németországba. Unai Simon, Raya, hogy fölírtam azt is, Ramsdale, de még azt is meg kell mondanom, hogy azért Nick Pope is azért jól mutatkozott tényleg most így a sérüléséig, annak ellenére, hogy szerintem ott van egy jobb kapus, de rendben van. És kb. Egy ennyi, tehát, hogy ahogy mondtad, nekem őszintén nagyon, nagyon nehéz követni, mert egyszerűen olyan gyorsan jönnek a újak, és meg egy új, hogy már nincs meg az a állandóság szorszor a kapusoknál. Gigi Buffon után nincs olyan szintű kapus, mi? Nem, hogy annyira, hogy komplex legyen, egyszerűen nincs. És ami érdekes volt nála, hogy ő minél öregebb volt, annál ugye tapasztaltabb, az nyilvánvaló, de például ami a lábjátékot illeti, tehát hihetetlen mennyit javult a évek folyamán. Egy olyan dologban, amiben nem ő nőtt, tehát nem ebben nőtt föl. Más korszakban nőtt föl. Igen, Matás más korszakból indult, egy más korszakban fejezte be, és hogy milyen szinten tudott alkalmazkodni. Tehát én azt mondom, hogy nálam az a, mert ugye még kérdezted, hogy mi az a ideális kapus, akit keresek, aki minél jobban tud alkalmazkodni új dolgokhoz. Még a csapathoz. És a csapathoz, és a filozófiához, hogyha már filozófiáról beszélünk. Kabinhoz. Mert én azt mondom, hogy kapus filozófia az, hogy ne kapj gólt. Legegyszerű. Ennyi, kész. Egyszerű, de nagyszerű. Igen, igen. Jani, nemrég 40 éves voltál, és láttunk is felvételeket, a Bécsi Rapid meghívott téged. Ebből az alkalomból mesélj róla egy kicsit. Igen, hát 40 éves vagyok, ugye most már az miatt van itt ennyi papír előttem, amit mondtál is, hogy majd jegyezzem meg a dolgokat, mert már elfelejtem. Hát ez egy nagyon szép dolog volt, tényleg írtak, hogy szeretnének meghívni a családommal, és hogy velem együtt ünnepelni és fölköszönteni. Úgyhogy elmentünk, és Blau-Weiss Linz elleni meccs előtt fölköszöntöttek, ami nagyon-nagyon jól esett. De emellett természetesen el kell mondanom azt is, hogy ugye a jelenlegi klubom, a Komárom is fölköszöntött nagyon szépen, a csapat is, és a vezetők is, és a DAC is. Olvastam, hogy föltette a oldalára, úgyhogy ezúton mindenkinek nagyon szépen köszönöm. És hát nagyon szép élmény volt. Már van valami mögöttem, de remélem, hogy még több van előttem. Úgyhogy jól érzem magam, és nem érzem magam 40-nek. Ezennel még egyszer gratulálok. Köszönöm. Ugye a beszélgetést nem szeretném befejezni más témával, mint DAC-szal, úgyhogy összekötöm a két témát, DAC és kapus. Popovics. Egy kis értékelés Popovicsról, milyen kapust látunk Popovics személyében, és mik a pluszai, mínuszai, ha beszélhetünk arról. De te szerintem több lesz a plusz, mint a mínusz. Mindenképp. Szerintem ő volt a legjobb igazolás most így a nyáron, vagy a nyár folyamán. Sőt, még azt mondanám talán, hogy így visszamenőleg is elmúlt évek egyik legjobb igazolása volt. Ma lehet látni, hogy tényleg egy olyan kapusról van szó, aki már tapasztaltabb a kora ellenére, és hogy egy olyan klubba játszott, ahol nyomás alatt kellett játszania, és jó beilleszkedett, azt is lehet látni. Ami a erősségei, tehát nekem ugye megint, ahogyha ránézek, akkor látom, hogy egy magas kapusról van szó, jó megjelenése, és ezt nem szabad, tehát hogy nem szabad túlértékelni, de ez is fontos. Biztosnak, nekem biztosnak tűnik a beadásoknál, nagyon jó reflexei vannak, mivel nagy, így sok helyre odaér, és egybe is, tehát hogy jól mutatkozik, rendben van. Ami, hogyha már pluszokat elmondtam, és hogyha mínusz, talán a lábjátéka nem olyan, mint néhány kapusnak még a bajnokságban, tehát ott még van
kívánnivaló, de így egyébként, hogy ami a hosszú labdákot, meg ami a szituációknak a kiértékelését illeti, hogy mikor mit csináljon, azt jól tudja csinálni, tehát hogy nem bocsátkozik olyan dolgokba, ami felesleges lenne, vagy túl sok lenne, hanem hogyha ma úgy érzi, akkor egyszerűen oldja meg a dolgokat. Úgyhogy alapjában véve szerintem egy nagyon jó igazolásról beszélünk. Hát és másik oldalon az, hogy egy új edzőt igazoltunk, és Csiszkó személyében, aki úgy nyilatkozott, hogy nem szereti a hazapasszokat a kaposoknak, akkor szerintem itt könnyített a Popovics életén is. Abszolút, tehát hogy én ugye eddig, mert ugye két meccs óta van itt az új edző, és az egyik ugye a Aranyos Marót ellen volt, a másik most ugye Besztercebányán. Hát itt ez a két meccs, tehát hogy Besztercebányán szinte alig volt rövid labdakihozatal, mert ugye hosszú labdákat rúgtak, ugye a pályaminősége, talajminősége, tehát ez abszolút érthető volt. A Aranyos Marót ellen nem nagyon nehéz volt látni, mert ugye, tehát amit szétjátszottak, azt csak egy játékos állt föl a ellenféltől, nem kettő, tehát ott ugye nem voltak nagyon nyomás alatt, de tényleg ilyen egyszerűbb labdakihozatalokat lehet látni, és nem hiszem, hogy tényleg, hogy nagyon ilyen hosszú labdajáratások lennének majd így a védekező harmadba, hanem azt fogjuk látni, hogy tényleg ilyen gyorsabban vagy határozottabban fogják megpróbálni a labdát a középső vagy a támadó harmadba juttatni. Hát Jani, nagyon szépen köszönjük, hogy beszéltél magadról, Komáromról, válogatottakról, Rapidról, kapusokról, kapusvilágáról, kapustaktikáról, és hát így a beszélgetésünk végén kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok, pihenjetek, és jövőre sok sikert, hogy éljük meg azt a csarlóközi derbit, Komárom, Lac. Legyen úgy, nagyon szépen köszönöm én is, és mindenkinek kívánok kellemes karácsonyi ünnepeket, és boldog új évet, majd az kicsit odébb van, úgyhogy minden jót, köszönöm szépen. Köszönöm.